Mehet? Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk a pukis libással. Pukis libák. Itt vagyunk a pukis. Effel lehetett fingani. Jó, király. Ja igen, Kinga, effel lehet fingani. Ha akkor, hogyha megvettem. Ez a legfontosabb. De nincs még fingja. Még nem lehet fingani. Szegény. Nincs fingo. Szegény. Nézd, Kinga. Igen. Mondtam, az pénzbe kerül. Ennek a játéknak ugyanaz a lényege, mint az Among Us-nak. Hogy az Among Us-nak. Egy kacsa Among Us. Impostor, akkor ez egy kacsa. Ugye a kacsa hazug. Kacsimpostor. Kacsposztor. Úristen, mennyi fingás van. Nem, súlylaposra nem állítok át. Én is kapva egy nagy fingaszt. Kinga, hogyha ide lejössz, itt van ez a izé. Valami E betűvel megnyitod. Kérdőszik, hogy ott kiöltözött. Igen, és ott fenn van izé. Csororó! Fingás. Úristen. Csororó! És ez kell fontos egyébként? Hát nem. Nem, miért van fingás? Csak ha szeretnéd magad felöltöztetni, akkor ott rá, arra meg lehet. Én bevásároltam ebbe a játékba. Nézd ki, én élek hozzá, és most fingomba állsz. Kész káosz. Fingomba állsz, jó. Én ilyen kék túti gyúzas fólogatok. Gyöngyinél látszódik a runkód. Hát... Hát gyönyörű. Hát, igazából megkértem, igazából hogy lejtse el. Igazából tele van a szoba, de... Én nem tudom, igen, tele van a szoba. Hát végülis a nagy elrejtés bomba. Amúgy tényleg, hogyha tele van a szoba, akkor annyira nincs gond, itt nem kell ugye generálni. Jó, Kinga majd redízz, ha meg vagy. Kinga, még mielőtt megkérdeznéd, hogy hol lehet redízni, a képernyőnek a közepén ott alul írja nagyba. Óriási! Készen állsz. Azt akartam, hogy... A taszkok szintje le lehet venni olyanra, hogy kicsi, jó? Az nem előtt. Ja, hogy az le. A taszkok szintje az pici? Az igen. Jelenti az, hogy kevés? Gondolom. Jó, csináld, igen. Nyugodtan. Ja, meg most jó, tudjátok, mint elindít. Megnézzük. Hajrá! Kinga, itt fel kell olvasni, hogy mit ír ki. Igen, a játékmódod. Oda mi van írva? Ne, olvas fel. És várjatok, milyen opciók vannak? Ugyanaz. Hát van a liba, meg a kacsa. Van a és kacsa, meg van a leba. A kacsa, a kacsa az imposztor, a liba meg a jó posztor. Jó posztor. Jó posztor. A legjobb posztor. Leba. Igen, ott vannak baloldalt a küldetések. És hogyha rányom... A tabulátorral tudod menni a képet. Viszont ha rányomsz, akkor sárga nyíl mutatja, hogy merre van, és úgy könnyen megtalálni. Na. Valaki tüzet gyújt. Ez mi történt ezzel? Ki volt történt? Ez a huncut? Nem tudok oda jutni. Mik ezek a nevetéseik? Igen, gyanús. Ez a feladat lista itt az oldal. Én most kijöttem. Ajaj. Gyöngyi, nem igazából érdekli, hogy tűz van. Igen, hogy kell oltani? Jaj. Mit kell? Ja, hát igen, legyen is volt egy feladat. Jó, eloltottam. Ja, itt van, itt volt a széknél. Aha, te voltál az Dávid, aki meggyújtott? Igen. De várjátok, mert... Gyöngyi szerint éghet a ház, ő inkább a feladatot csinálja. Amúgy, aki már horgászott ebbe a játékba, azt hogy kell? Mert én nem tudom. Nagyon sok idő. Egyszer csak amikor lesüllyed az úszó, akkor... Hát akkor kattintok, de sose fogtam még semmit. Én mindig csak ilyen cipőt, meg ilyeneket. R betű. Erre. Hol, ahol? Jó, ezt tuti, Dávid. Na, most jöttem ide! Na igen. Most jöttem, amúgy álljunk meg. Én most jöttem ide, Kinga. Te meg már itt álltál. Hát és amikor megjöttem, akkor kezdtél el üvölteni, hogy hogy kell bejelenteni? Hogyan kell bejelenteni? Ja, majd, ha én mi nem állok levelet vitatkozni. Szerintem nem, Gyöngyi ott volt az előszobában. Hát, miért én? Az előszobában voltunk, és amikor odaértem, Kinga már ott volt. Ugyan, hogy kell bejelenteni? Szerintem meg Gergő az. Aha, szóval jó van, oké. Okay. Ne csináld, ne kezd el, Gyöngyi, könyörgöm. Hogy rohadj meg, el ne kezd. Gyanús! Most Dávid ki lett szavazva? De miért én? Én szerintem nem Dávid. Én nem tudom. Jó, te bukkal éjszaka. De Dávid volt! Visszamagyarázom. Hadd mondjátok, hogy ez hogy történt? Hadd mondjam el, Dávid azt hitte... Semmit nem fogsz tudni. Dávid azt hitte, hogy én megláttam őt, ezért gyorsan visszaszaladt, hogy jaj, itt egy hulla! Most én elmondom, mert felvettem videóra, hogy ez hogy nézett ki igazából. Szóval,
Lementem, Emu állt egy helyben a szőnyegen. Csináltam a feladatomat. Igen, majd igen. Begyújtottam a szobát. Elindultam, körbe mentem, ott megpróbáltam eloltani a tüzet, megyek körbe, megyek le, látom, hogy Kinga ott áll. Hogy kell bejelenteni? És akkor bejelentettem én. Erre kiszavaztak. Hát ez nagyon szomorú. Jó, jól tettük amúgy. Jól csináltátok amúgy, de nem a ti érdemetek volt. De igen. Igen. Na, irtózatos nagy követ. Nem én voltam. Rede. Mert hogy nézek ki? Tudod, mennyibe került ez a dinnye a fejemre? Nagyon szép. Egyébként ingyenes a játék, guzguzdák, csak bejön a kérdés. Ingyenes. Ja, és Kinga nem halk, csak nem beszél. Mert nálam ez... Közelebb rakhatom a mikrofon. Nem kell, már feljebb vettem. Mikrofon. Mikrofon. Na, nyomozó Zsédav ismét lecsap. Mit ez az, hogy lecsap? De ez mi is? Arrég kell, hogy rámukkan. Történik így. Meg rájössz majd. Amúgy a jobb felső sarokba is, ott világít sárgán a feladat, ha közel vagy hozzá. Ja, és ezek a feladatok. Így van, hát ott bal oldalt írja. Mi? Rendesen kivettem a könyvet, most meg el kellett tégedni. Most sem mind a három festményt le kell porolni? Nem tudom ezzel mit kell csinálni. Írja, szerelmem, magyarul van a játék. Nekem írta, kommentelt az, aki fordította a játékot. Tök jó fej volt, leírta. Nem tudom lesz porolni, hogy kell? Csak porolj. Hát, Dávid, nem tudsz szakarítani? Ja, klikkelni kell, nem csak szegény Gyöngyi. Aztán kiderült, hogy Gyöngyi se. Hoppá! Sok pálya van. Itt van. Igen, sok pálya van. Itt van. És? És Gyöngyi meghalt. Már igen. Hála az égnek. Erdő Gyöngyi már nem lehetett. Én, minthogyha Imut láttam volna, de ő kint volt. Meg itt volt az Andi a könyves... Én... mi az? Nem a könyvesbolt, hanem... Könyvesbolt? A könyvtárnál volt ott az elő szobájában. Én fent poroltam könyvet. Fent poroltál könyvet? Igen, útközben Andival találkoztam. Csak ahogy a dolgozó szobában voltam úgy. Én a könyvtárban mászkáltam, és utána lementem a dolgozószobába. De már hogy kell megnézni a térképet? Már nem lehet. Most már sem. Ennyi volt, igen. Eddig pont lehetett. Na, Dávid na, amúgy mindig elbeszél, direkt addig az időt, igen. Ameddig lehet nézni a térképet. Ja, akkor Dávid. Egyeszem. Közben is megnézhetitek amúgy. De ha nem Dávid lesz. Ajj. Akkor te. Miért? Mindig elbeszéled. Jó, én megmondom, hogy szerintem Imu volt. Én nem én voltam. Én mindig ártatlan vagyok ebben a játékban. Hát ez nem zsidi volt. Hát na igen. Ez mondjuk kellemetlen. Ez nagyon kellemetlen. Hát ez bizony az. Imu meg Andi, mind a kettőjük nagyon magyarázta. Na most nagyon rá akarod, Kendi Gergő. Mit akarok rá? Ez nem egy csapatjáték, Andi. Na, nagyon ránk akarod kenni. Szóval itt halottként is lehet csinálni a feladatokat? Mert nekem azt írja végig, hogy hamis, hogyha meghalok. De akkor miért van ott hamis? Nem tudom, ezt lehet csinálni. Azért, mert azt az imposztor csinálja azokat a feladatokat talán. Én halott vagyok. Hát... Ó, kell az ongora. De most mondom, hogy tabot megnyomod. Így kezdtem, hogy tab. Libajda. Mit csinálsz, Andi? Én? Itt? Itt milyen feladat volt? Az izét, szökőkutat kellett kitakarítani. Amúgy ez a tászkrista, ez nem megy fel. Hát, milyen falevél, meg ilyenek. A meetingeknél megy fel. Tehát nem tudjuk fontosan, hogy hol tartunk. Soha nem csinálhatod sem. Ez amúgy, ez emergency. Na, Andi, ez az. Hát, Imu az. Én nem vagyok az. De. Na, hát többször is olyan gyanúsan sétálgattál mellettem. De élet nem én vagyok. Ha én lettem volna, te már rég halott lennél. Ajaj. Szerintem te most vagy az. Kérlek szépen, elmondom, mit csináltam. A zongorán kellett játszanom feladatot, most megjöttem ide, mert itt is lett volna még vagy négy. Azt nem én vagyok az. Nekem én nagyon mindig... gyanús vagy. Hát most dobjatok ki, de nem én vagyok. De ha most kidobjuk is Andi az, vagy esetleg nem én Kinga, vagyok. Akkor ennyi volt. Mondjuk Gergő nagy felbújtó, ő is gyanús. Nem tudom, olyan csendben ültem. Az is gyanús. Ja, várjatok, változtathatom meg. Nem, hogy változtathatod? Ja, mert akkor mindegy. De én nem magamra szavaztam.
ezt lehet most elrontottam. Ne! Mindenkinek van már valami ruhája, csak az én vivám pucér. Nem is beszéltetek, hogy nem most én Andi voltam. Volt. Hát nekem Kura volt. De végig Kura beszéltetek? De! De nem én vagyok az! Akkor mindig akkor nagyon Kura? Sok feladat van. Igen, már hát pedig ez a legalacsonyabb, Dávid. Tehát ettől nem tudom lejjebb menni. Nagyon csöndben vagy, amúgy. Mit kell csinálni ezzel a tollal? Megölni az embereket. Vagy kacsákat, vagy liba, vagy mi a bánat ez. De nem, most... Komolyan. Kinga, kiírja magyarul a játék, édes drágám. Úristen, először teljesítettem az összes feladatot a játékban. Köszönjük, Elinda. Mi volt az? Hát a barátnő! Kinga! Mondtam, hogy nem én vagyok. Én volt, gyanúsan. De amúgy a kedvencem az volt, hogy végig arról beszéltetek, imu, biztos, imu, hát nem, de én sosem mondtam. Imu, erre Andi egyszer, bocsánat. Az hogy? De nekem Andi nagyon furcsa volt, lehet, hogy imu az, lehet, hogy Gergő az, lehet, hogy izé, és a... Te is ezt csináltad? Én nem, én egyszer de, mondtam, de hogy nekem igen. Andi sús, mert nem takarította ki a izét. De kitakarítottam! Olyan szépen kitakarítottam azt a szökőkutat, ahogy senki. Hát kár volt. Rede! Igen, akinek rossz a minőség, vegye fel. Igen, és kacok, illetve láttam, hogy rengeteg kérdés érkezett nekünk, ezután majd még lesz stream, ott válaszolunk rá, viszont most nem akarunk közbeszólni senkinek, és szerintem a többiek is ezzel így vannak. Igen. Látjuk a csetet, olvassuk a csetet. Az milyen pálya a társalgon, meg a fekete hatyú, én azokat. Olyat csináljunk, hogy látszódjon, hogy ki az. Igen. László tábor. Eszeló! Az, hogy szerepek fel, nézzük, nem tudom, az kidobás elrejtése. Mit van? Mit? Az nem jaj, de jó! Az üzes puki. Jaj, vagy tudsz fingari? Hogy ez? Meg lett a puki. Sose leszek kacsa. Kezdődjék a kacsavadászat! Én nem szeretek kacsa lenni. Hát most, ma még nem. Még nem is voltam kacsa amúgy. Nem, sajnos. Amúgy Kinga nagyon jól csinálta, hogy nem beszél, bár mondjuk alapból is ilyen. Igen, amúgy szóval Kinga. Ezért nem furcsa. Aj, de hosszú ideig tartom. Kinga. És megint csak... Kinga a legnehezebb. Én ebből a szempontból. Azt hittem, hogy súlyban. Nem. Ott van! Ott van! Ott van! Ott van! Andi! De nagyon lebuktál! Istenem, hogy te mindig ott lábatlankodsz, ahol nem kellene! Nem, a lábat! Akkor szerintem mint a Robit! Úgy, volt mint egy, a Robit! De volt egy ilyen megérzésem, mondom, megyek a taskomhoz, semmi dolgom nem volt, hogy visszamenjek, de mondom, láttam, hogy valaki elsuhant egy Dávid. Más liba nyomában. Dávid. Na mondom, ez... Te? Ez nekem nagyon gyanús mozza. Te az a gyerek lehetnél, aki a folyosón is követett mindenkit, és vártad a pletykákat. Jó. Te az a gyerek lehetnél. S hogy siettél, elfelejtett? Hát mert... Ludas! Te de vagy most a megláttam, hogy jössz, na mondom, te... Ezt kimagyarázni se tudtam volna, ez egy... Ez kész. Meg kell próbálni. Ezt esélytelen lett volna, mert te úgy kiabáltál volna túl. Igen. Ilyenkor küzdeni kell, nincs mese. Ellened, nincs értelme küzdeni. Mással még megpróbáltam volna. Egy esélyed van, be kell pukizni. Hát kifinktam. Már kifinktam, mit kérdezett. Jaj, ez jó volt, ez munkás volt. Sokáig tartott. Hát, mert látod, Dávid mindig ott lábatlankodik valahol. És mennyire jól tettem most, hogy ott voltam? Igen. Mi? Itt ezeket ilyennel lehet... Nyert 100 játékot kacsaként. Ilyenekkel lehet kiállokolni. Egy csomó minden így van, igen. Kártyák, ja, hogy ezt jó, oké. Lassan válthatnánk pályát. Hát ez nem igaz. De igaz. Most megcsináltam, hogy látszódjon, hogy ki kire szavaz. Úgy még hát nagyobb bizintáma lesz. Igen. Igen, az a jó. Nincs oda, hogy ki kire mutat? Ki kire? Ja. Most már tudom, hogy úgy van felépítve a játék, hogy akkor az új lenyomat, és akkor az új lenyomatot le kell így. Az a baj, hogy Kinga, nem tudom, hogy... Na mindegy. Árisra. Mert emlékszem, hogy régen laggolt mindig a játékban, és ezért volt furcsa, most nem tudom, hogy... És most párnát merek.
Jó. Pár lefersz. Hogy kell leállítani a lemezjátszót? Így van. Valaki csináltam azt a feladatot? Melyik nem, én sepregetek. Állítsd le a lemezjátszót. Előbb mondtad nekem, hogy hát egy kis jó. Hát igen. Itt? Amúgy gyöngyi van nagyon. Dávid? Én mind eddig is csendben voltam amúgy. Keres meg. Sepreges fel gyorsabban! Ezt én nem tudom. Ne! Nem tudom. Jó, majd valaki leírja. Ez annyira jó ez a játék. Nekem is feladat. De mi? Jaj, nagyon creepy. Ott mit csinál? Mert... Te, amúgy igen, tessék. Meghalt már valaki? Én dobolok. Én még nem találtam senkit. Nincs is ott dob, Gyöngyi. Én se. De. Csak időkérdés. Valami dobos feladat. Már itt egy feladat. Liba hulla! Ú, itt nagyon sokan vagyunk. Jaj, ne köves. Ez a vizes feladat, ez olyan, hogy megnyitom a kádat, és majd később visszajövök? Ezt meg lehet úgy csinálni? Szerintem meg kell várnom, nem? Én nem tudom, hogy ott mit kell csinálni. Vizes feladat. Vannak. Igen, mondd, a kádba ki kell nyitni a csapot. Én ezt még sose kaptam meg. Ó, ez jó, ez. Jaj, mellett. Nem találok semmit. Yes. Ez mi? Nyomja jobb felső fogaskerék. Mi? Most ez mi? Ennyi volt. De ezt megcsináltuk az ilyen, mert soha nem megcsinálni. Kíváncsi voltam rá, hogyha nem ölök, akkor mennyi idő? De szerintem megcsináltátok meg, nem? Hát nekem még lesz volna. Vagy 3-4 feladat. Azért mondom, hogy én kíváncsi lettem volna. Hát ugye nem öltem direkt, és arra volt, hogy mennyi ideig. Jaj, amúgy értünk, hello! Remélem, Gyöngyi lesz még ízés kacsa. Én nem akarok, nem szeretek amúgy. Menjünk a társadalomba, vagy a fekete hattyúra, Gergó? A fekete hattyúra. Fekete hattyú. Én megértem, Gyöngyi, mert menjetek én is szeretek. Rá, hogy követés, nem, nem tudom, nem jó. Kinga. Én követlek az mindenhol. Jobban szerettek párnákat verni, mint gyilkolni. Követés. Igen. Imádom, hogy kiírja, ahelyett, hogy váltana a roomot alapból, nem? Igen. Ki az, aki nem megy át? Vagy lehet úgy játszani, igen, hogy páran itt maradnak, vagy mi? Hát, lehet. Azt mondom, hogy te nem. Ez a fekete atyú, ez milyen? Ez űrhajós. Ez űrhajós. Ú, ez volt az a nagyon világos. De akkor is nem? Már voltunk, nem? Igen, én nem emlékszem, voltunk, mert Dávid akkor is fekete hattyúzott. Ez nem, én nem leszek ma. Kacsa. Gácsér. Only Liba. Gácsér. Na végre én vagyok az. Úristen, mekkora ez a pálya, te atyaisten! Egyébként emögött van ténylegesen valami igazság alap, hogy mondjuk a kacsák mi? A libákkal tartanak. Nem, hát ott szokták ezt mondani, hogy jaj, hogy... Sok luddisztót győz, bár nem tudom, hogy ez hogy kapcsolódik ide. Nem, hogy kacsa, tudod, hogy ő... Mit, hogyha valaki hazudik valamit, hogy az egy kacsa, tudod? Hogy, ez most? Nem tudom, szoktak ilyet mondani. Hogy ez most valós, vagy ez csak egy sima kacsa? Igen, van ez a játék telefonra is, nem? Azt nagyon sokan van, kérdezik, igen. Jól tudom, van, és ingyenes mindenhol. Honk. Milyen feladat így? Mi az? Nem akartam! Azt hittem, hogy itt feladatom van! Dávid meghalt. Igazán kellemetlen. Siba. Eskü, nem akartam rendire. Lehet, hogy én vagyok, szavazzatok ki! Rúgjatok bele egyet a földön fekvőbe, hallod? Szerintem te vagy az. Rúgjatok bele egyet a földön fekvőbe. Kingának egy kávét töltsetek ki. Igen. Szerintem te vagy az. Te vagy az. Kinga az? Amúgy Andi. Na? Mi? Nem. Ő nem ott volt velem, megölhetett volna. Akkor... De most még senki nem tud semmit, én nem? De! Én ennyi furi, hogy ő megrekedik ráadásként. Én őszintén szóval én magam elviszem a sírba. Dávid, te csende vagy! Azért mondom, hogy magam elviszem a sírba, amit tudok. Hogy szavaztok, hogyha meg se beszéltük, hogy kire szavazunk? Nézzétek meg! Miért szavaztál, hogy az? Mert egyből... Ahogy megszólalok és elkezdek beszélni, ezt észrevettétek? Igen, nem értem. Ahogy elkezdek beszélni, rögtön. Megnézem hát, a csillagokat, megnézem a vizet alulról, szóval, hogy gratulálok nektek. Gratulálok. Hát, de hát úgy rám kented, hogy én vagyok. Valószínűleg akkor, na mindegy. Én már mondhatok ugye semmit. De te most már láthatod, hogy ki az, úgyhogy... Na mindegy. Úgyhogy mondd el. Nem. Én magammal vittem a sírbe ezt a titkot. Valaki itt hagyta az alsó gatyáját. Ja, amúgy, de hogy a halálod az... Ha szaros, akkor az enyém. Nem mondja, hogy két ugyanolyan feladat volt, jó van, vissza lehet mondani.
Ó, te ez is olyan feladat, hogy... Mit kell csinálni? Ó, nem jó. Újra. Értem, akkor ide. Ilyet, és ilyet. Addig kell ütni a párnát. De jó. Na, fényesítjük a golyókat. Ó, oh, yeah. Esték? Hát a... Izé, biliárdasztalnál. Igen, bowling. Mert tényleg itt megnyitom a csapot. Van egy biliárdos feladat. Teszed le a forróvit. 20 másodperc múlva le kell tesztenem a forróvit. Itt mit kell csinálni? De jó, van egy olyan feladatot takarítani kell. Boxoljak? Mit box? Úristen, annyi feladat van, és egyikből következik a másik. Mit ordítottál, Imu? Ajjaj. Ajjaj. Jó, ezt mondtam. Guzguzdak. Ez mi? Ja? Most ez itt hogy kell a bolygókat kell beleméretezni? Vagy hogy van ez most? Á! Nem nagyon csendben vagy. Kiutlat. Én már meghaltam. Ez mi? Ja, én is ezt a feladatot csináltam, Gergő. Bolygókat kell belehelyettesíteni. Igen. A mesél a feladatot, nem mozdul semmi. Nem áll. Mi? De megijedtem, úristen. Kinga már meg! Kinga minden is csendben! Mindenkit! Hát ezt nem hiszem el. Ő volt a felbújtó, mindig így turkál ilyenkor. De amúgy Kinga nagyon durva, tehát az a jó nála, hogy senki nem gyanakszik rá. Én rohadt ugyanakodtam rá amúgy. Hát amikor azt mondtad, hogy nagyon akkor Kinga, akkor milyen igazam volt, tényleg. Na már Fingnak. Egyébként te is furi lettél volna, ha nem tudtam volna, hogy nem te vagy az. Ha nem te? Ha nem én. Fura, okay. Hogy nem te voltál, amikor én voltam. Azért volt csak furi, mert Gyöngyi rögtön elkezdte addig gyanúsítani. Igen, nagyon gyanúsítatott. De én mindig így csinálom. Úgyhogy kiszavaztuk Gyöngyit. Szegény. Te örülnél is, hogy ott Gyöngyi nekem esett. Minket Dáviddal mindig kiszavaztuk. Nem, én kilépek. Soha. Nem? Mi ez az indulás? Megadtad az alaplöket. Én nitróval indultam. De jó. Milyen érzés először kacsának lenni? Jó, az vagyok, szavazz ki. Hát csak tudnám, hol van az a gomb. Mindig középen van. Mindjárt rányomok, kiszavazhatjuk. Jó. Ez nem az. De itt is van egy küldetés. Ez most mi volt? Na, semmi. Küldési. Ja, ez most itt most ez töltődik. Még kék halál. Ez most mi? Ez mi? Beszél. Én? Te beszéltél? Én beszéltem, nem tudom mit. De hol beszéltél? Itt erre rá lehet kattintani, és akkor... Tényleg, haló. Ha, de jó. Haló. Azt hittem feladat, majd világítod. Igen. Amúgy itt is vannak kamerák, csak úgy mondom. Itt nem. Hát akkor Gyöngyi azt megtalálja, és onnantól kezdve le se szakad a kamerákról. Megint egy kód. Hogy itt nem V40 van, hanem V-Duck 40. Mi? Nem. Na nézzük, mit hagytál hátra. Nem, hanem V-Duck 40. V-Duck? Itt még hány kódot kell beírni, most írom be az ötödiket. Akkor te vagy az imposztor. Jó. Én vagyok. Opa! Bezáródott, kérem! Bezáródott az ajtó! Mi? Akkor tényleg... Neee! Mi? Jó. De nekem szerintem volt olyan feladat, Kinga. Hogy három kódot kellett... Kinga, beírni. Mindenkinek hasonló feladatok vannak, könyörgöm! Meg kell jövődni a világítás? Akartam. Igen. Én hol szerintem... Van? Hogy kell oda jutni? Igen, de Dávid, mondjad! Ez... Előkerült a hulla a szekrényből. Amúgy nem mi tudom az, hogy igen, Dávid, mondjad, és utána nem, mert Andi állt egy helyben nagyon súsként, de utána eljött mi? Velem. De nem tudom, amikor lekapcsolódott a lámpa, én megtaláltam Andit a sötétben. Ott állt egymagába, és nem volt a közelében feladat. De ez volt a közelemben feladat, a kukákba mi? Szortíroztam azt, hogy mi az, akkor ami újrahasznosítható szemét, és mi az, ami nem. Akkor tárgytalan. A hídnál találtam. Igen, az, mert az... Kinga ott volt csinálni a világítást,
Ti ketten egymásra mondjátok, hogy nem, akkor Gergő kész. De mi van, hogyha Dávid bejelentette a... rossz. És utána magyarázott. Amúgy igen, lehet selfie-port is. És de most... Mondjuk tényleg megöltél volna, sokszor összefutottunk. Gergő, akkor Andival egymás mellett voltunk, Kingával is találkoztam. Én is egymás mellett voltam a végén Andival. Hol voltam amúgy? A hídnál, de most tök mindegy, úgyse látom. Tudom. Én azt mondom, hogy egyszerűen szavazzuk ki a Kinget. Jó. Az a félre nem nyúlhat. De Kinga csinálta a világítást, hogy nem lehet. Gergőt kiszavaztátok? Engem kiszavaztak. Igazából nem, nem? Meg döntetlen lett. Nem. Mindenki ja, hiszes, de. Mondom, döntetlen, meg ketten passzol. Ja nem, csak azt láttam, hogy iszi. Azt láttam, hogy kettő szavazat érkezett, más meg csak egy. Cserri, köszi. Én mindig nincs... Én most csinálom. Mit kell csinálni? Felkapni. Hello. És lőn világosan... Ide érek. Hol vannak a feladataim? Én azt mondom, hogy ha Gergő közelít, legyünk együtt. Én már ezt, hogy folyamatosan kell. Rám izélsz, na jó, mindegy. Én nekem nagyon... Nem történt, de van. Megint vizet kell kinyitni. Gyanús volt. És hallottál, hogy kell csinálni amúgy feladatokat? Mi a 145? Júj, pont jó! Milyen jó. Mennyi feladat van ott fönt? Na, azt mondom, hogy mindig együtt kell menni. Úristen, ezt a 8-as izét! Hogy nem tudok innen kijutni. Nem, még... Hogy kell itt lemenni? Itt még lent van egy küldi. Ja, Istenem! Mit röhögsz? Nem tudom! Nem tudom! Nagyon gyanús, mindenki csak itt sétál, és nem látok hullákat. Csak te nem. Igen, akkor is nagyon gyanús mindenki. Nem tudom biztosra venni. Itt, hogyha villog a kamera, az azt jelenti, hogy néz valaki? Én nem tudom. De tényleg itt van a kukás feladat. Most mondom neked, hogy a kukás. Én vagyok. Ezt mondtam én is. Javítsd meg a kommunikációt. Mi a baja? Itt is van communication. Igen, igen, communication. Az Among Us a játék. Uh-huh. Igen, és ilyenkor nincsen térkép. Hogy összegyűltünk, láttátok a fiúkat? Igen, összehordja a szemetet, azt szél. Úristen, ez mi ez a feladat? Hát ez mi volt? És most nyertünk? Aj, Jocsi! Számos utolsó Jánosig! Mondtam, hogy Gergő az! Jó, kacsasonik Gergő! Engem ölt meg először, csak hogy el lehetett beszélni. Hát ez az alap. Annak, hogy engem nem, amúgy Gyöngyét nem szabad megölni, mert az egy ilyen aranybánya, hogy egyszer őt biztos kiszavazzák. Ja. Igen. Menjünk másik bájára! Aranybánya! Dávid, te nem bírod! Ezt kegyetlen, kegyetlen. Hasonlót akarok. Végre megcsináltam. Melyikre menjünk? Hasonló. De most Kinga kimentél? Kinga kiment, ennyi volt. Ennyi volt. Hát. Ide fingok egyet. Már új szobában vagyunk. Követés. Bekövetlek is itt is, na, egye fel. Most ezt én nem most értem. Mekkora ez a lobby? Mária, nekem még nem töltötte be a pályát. Mi? Jó, hogy ez csak a lobby, én meg más hittem megy a játék. Várjál már! Ez most nem. Van az indítás, igen. Ez már a feladat. Ne, nem, ez a társad. És mi az a space? Most... Vagy ez most ez mi? De ez egy lobby. Ne. Ja, ez egy sima lobby. Ez nem egy pálya, csak egy ilyen lobby. Jaj, ez csak szimplán társadalom. Valami piát na, Dávid, ügyes. De 5/6, valaki és akkor nem jött? Gyöngyi? Hol lehet állni a pályát más? És hogy lehet kilépni annan? Mert nem lehet. Ott egy csöves kacsa, vagy liba. Most lehet játszani mást. Hogy lehet? Jaj, de jó, hogy ellopott tőlem. Mi? Itt veszi a hűtőmből az innivaló. Nincs elég játékos. Na, most már játszunk akkor egy kicsit. Amíg ki vissza nem tér. Mit kell csinálni? De hogy lehet? Még kell egy játékos. Ha legyen mondjuk más... akkor a pince, vagy melyik legyen? Valaki még üljön ide játszani. Pince, Nexus kolónia. Valaki beszáll még? Úristen. Ennyi volt. Nekem tök mindegy. A... Hárman nem vagyunk, ugye négy ember kell hozzá. De most ne izé kártyázzunk már. All in, játék kezdése. Ivu a Zsidi kacsa. Zsidi a kacsa. Zsidi a kacsa. Nekem Zsidi a kacsa. Ja, de ezt nem szabadott volna elmondani. Ja. Nem szabadott volna elmondani.
És most mit kell csinálni? Vagy még tudom, hogy? Ez a játék. Nem játszunk a rendes játékot? Hol van? Visszajött Kinga? Játszunk a rendes játékot. Na, melyik az legyen? Kedves Dávid, aki három percenként új mapot akar. Jó, hát zsidi a kacsa. Jobb felső. Úristen. Most fogalmasíts az melyik. Lehet az is egy lop. Na. Kövessük. Amúgy ez jobbat is van a lobbyban. Lehet, hogy az jobb játék, mint az egész. Az egész lobby. Az egész lobby. Nem, megint itt vagyunk? Előbb is itt voltunk, nem? Azt mondta Dávid, jobb fel. Sanyaliba. Ja, SS. Anyaliba. A Sanyaliba? A redízes. Hát de nem értettem, hogy mi ez a fordítás, hogy Sanyaliba. Na, ready. 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 Rede. Rede, ride, dede. Nem meg. Never. Nekem azt írja, hogy játék volt klasszikus. Igen. A Sanyaliba. És hogy te vagy a kacsa? Ez jó kis Sanyaliba játék. Új pálya. Tényleg? Asztalt, ezért Rita. Előbb is ez volt. Micsoda? Nem. Jézusom, nem. Ez mi? Na most maradjunk meddig kell még ezt tökörni? Egy mapot, amit megtanulok. Ah. Na jó, itt össze kell kötni, de jó. Mint az Among Us-ba. Stimuláld a stimulálni valókat. A Sanyaliba. 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 Jaj, jó kis Sanya. Ó, itt is van fürdő. Azért ezek nem egyszerűek azért. De jó ez a fal tisztító felett. Vingek. Pillidard. Várjál, majdnem megnyomtam nektek a úr. Emergency meeting gombot. Úr? Igen. Gyöngyi az? Amúgy nincs kizárva. De megint miért én lennék? Közben olvasás nélkül aláírtam egy szerződést. Az jó. Ismerünk ilyeneket. Tanuljatok itt volt, igen, Sanyaliba. Aláírtam egy szerződést olvasás nélkül. Ez a... Párnát jó, föl kell rá. Inicializálás. Háj, de szép. Hoppi, ez a pár. Hoppi, te egy test. Madár tetem. Ez Kinga. Jaj, ne, Kinga. Nem Kinga. Szavazzuk. Hát ugye idős. Kinga fel is ordított, úgyhogy... Hol találtad, Jánosik uram? Bal szélen. Bal szélen, de a motor, reaktor... Várjál, mondom, a reaktorba. A motor. Mint hogyha számítana, rohadtul nem arra igen. Jártam. Biztos, hogy velem szembe jött a Sanyaliba Andi. Úgyhogy... Dávid, nem, szálljál őt, már le rólam! A legénységi negyednél vagyok, az nagyon messze van. Úgyhogy én őt kizárnám a játékba. Kérdés az, hogy mikor halhatott meg, ugyebár. A halál idejének megállapítása. Kire szavaztam? Senkire én passzoltam. Oh, de lehet, hogy magadra, nem tudom. Mert megijedtem, nem számítottam rá. Mi van, ha te vagy az? Én passzoltam. Pont ezért akarod, hogy passzol. Én, ha én lennék, tuti bemártanék valakit. Mondjuk Andit. Állandóan engem akarsz bemártani. Én tudom így, én nem akarok passzolni. Én passzoltam. Hát de még vagyunk egy páran, hát ne aggódj. Kinga... Még lesz esélyünk elkapni a ludast, vagyis hát a kacsást. A ludas kacsát. Én azért szavaztam Dávidra. És miért? Tudom. Júj, ilyenkor kiesik. Én neked. Nem. Nem esik ki. Több lett a passzunk. Többen szavaztunk döntetlenre. Mindenki biztonságban van. Egyelőre passz. Jó, az nem jó, passz, hanem passz. Az psz. Ja, ezeket csak meg kell nyomni. Úgy jut el, amikor valaki azt írja, hogy egyenlőre. Egyenlőre felvág. Egyenlőre. Örülök, hogy itt jól érzek. Na, nézd meg, ez mi? Miért akadok be a fogaskerékbe? Ez mi? Azt hittem, itt át lehet menni. Jó, mindjárt látom, találok egy hullát nektek, jó? Nyitva. Ez gyanús. Szemétleengedés. Mindjárt megöl valakit. Mindjárt találok nektek hulla. Egy hullát, azt mondja. Csinálok egyet. Oda hogy jutok? Ez annyira mi? Nem kell szorgoskodni, Dávid. Jajaj. Mi? Bocsi, csak megfújtam. Na, most jöjj meg, most jöjjetek meg. Üts is doboznak a tetejét. Wonk! Nagyon jó hangok vannak. Wonk! Kösz a fingert. Mi? Elfogyott a feladat? De ügyes
vagyok, Sanyali Bandi. Végeztél mindennel, Dávid? Igen, esküszöm, nincs több. Hát, gyanúsan kevés feladatod van. Riportolni! Erre sziszentek is. Az the emergency meetinget most! Közében. Tudom, kegyilkos! Hát meg hol, kell keresni van? A harangot. De hol van? Nyomd meg! Téged kerestek. Végül. Más a győzelem. Muszáj volt most már végre. Hallod, amit kimondtam, hogy mindjárt találok nektek egy hottestet. Abban a pillanatban ölt meg a gyönyörűt. Abban az egy másodperc. Láttam, hogy valaki nézi a kamerát. Sejtettem, hogy Imu az sembe volt végig. Igen, hát kameráztam. És amikor ti jöltök és ti nyertek, hát most... Hogy most lehet? De beszélj nálad, nem lábad alkodik, Dávid. Téged nem követ úgy. Én is. Ezt neked. Pukizzuk a gyöngyit. Tűnjük körbe. Gyerünk mindenki. Mi lenne, hogyha raknánk be egy keselyű szerepet? Keselyű. Aki a keselyű, az holtesteket eszik a győzelemért. Vicces, hogy nézd meg, mit jó, elkem ezt te vagy! Én tudom hagyni neked a kukimat, és el tudok menni. Ready. Milyen talál pukim? Egy holtestet, és meg aki lesz... Vagy a libának? Aki a keselyű lesz, gondolom nem mondja el, az meg tudja majd enni, gondolom, a holtesteket? Fogalmam sincs. Barbár játékmód ez. Igen, ezt fotóra is láttam. Végül is igazán kedves, igen. Na, mint hogyha a tyúkoknak kiepszik. Majd megtudjuk, hogy ki lesz a keselyű? Én szeretném tudni. Hát gondolom, azt ki írta neki a játék. De csak ki írta. Ki vagy az? Amúgy itt van a kafetéria mellett jobbra. Kafetéria, azt kapotta a munkádért. A gombot. Kafetéria. Sodexo. Kafetéria. Annyira nem bírunk, mint hogy oda csak kávézni járnának az emberek. Igen. Nem? Ez mi? Wow! Mit láttál? Repülőket kell lőnöm. De azokat nem kellett volna lelőni? Melyiket kell lelőni? A pirosat? Menj már! Nagyon követsz engem. Gyanús vagy. Nagyon követsz engem. Gyanús vagy. Van egy olyan feladat, amikor újra kell indítani a számítót. A számítót. Egy gomb van rajta, a reset. Reset. Én is políroztam golyókat. És jó érzés volt. Jó, tetszett. Jó tetszett. Nem mondod, hogy vége. Keselyű voltál? A keselyű nyer! Én néztem, hova tűntek a holttestek! Mit csinálod? Az a lényeg, hogy van ugyanúgy egy gyilkos, nekem meg a hullákat kell megennem. Megöltem Kingát, ott volt, megette Kinga hulláját, nem szólt egy... Mellette tettem meg! Én megnéztem, hogy hova tűnt Kinga hullája. Én néztem, hogy a De egyből nyer, hogyha megeszi a hullát? Vagy... Nem, két hullát megevett. Ez jó volt. Micsoda, még egyszer Gergő, nem hallottam. Több, kettőt tettél meg. Kettőt kellett megennem, igen, igen. Ja, hogy kettő kell... Úristen, ez mennyire beteg! Andi meg Imu összebeszélnek, mondom... Nem beszéltünk össze! Én nagyon féltem, hogy le fog buktatni. Ezt meg rám akarod kell, nagyon gyanúsan mozogsz, hát én csak kerestem a hullákat. Én meg csináltam a hullákat. Fúj. Van még keselyű srácok, vagy most nincsen keselyű. Van keselyű. Van keselyű. De azt honnan tudod? Ugyanúgy megkapod, mintha... Gondolom nem kiírja, nem? Igen. Bal oldalon, ahol ott van egy csirkecombjál, és akkor úgy, ahogy látod most, és akkor a space-szel kell enni. De és amúgy azt is meg tudja enni a gonosz, nem? Megenni, megölni. Hát nem tudom. Én nem, azt nem tudom. Nem így kell látni. A keselyűt is lehet buktatni, vagy azt ugyanúgy csak meg kell ölni? Hát szerintem, igen, hogyha rájössz, hogy ki a keselyű, akkor onnantól kezdve azt meg kell ölni a kacsának, hogy nyerhessen. Mert ugye akkor konkrétan megnyerheti előtte a keselyű. Igen. Amúgy ez milyen gonoszság, már hallod? Most ezt...
De illetve miért nem bántottál engem amúgy az előbb? Mert nem fogtam föl, hogy te megetted. Nem fogtam fel. Mert nem tudtam, mi történt. Én nagyon féltem, hogy le fogsz buktatni. Mondom, ha még meg is öllek, akkor még itt kihaltak a kanibálok. Én ettem meg az utolsót. Hát ez most olyan volt. Ó, ez veszélyesen nehéz feladat. Hol kell itt lemenni? Ja, Istenem, én azt hittem, hogy csak elbugolt Kinga teste. Én azt sem tudom. Nem, megreggeliztem. Jaj, de jó lenne kesejűnek lenni. Milyen feladatok vannak? Melyik az, meg kell várni, még újraindul a gép? Addig én megkérdeztem. Hát addig gondolom el tudsz menni. Isten! Melyik az a feladat, ami, vagy... Nem, amíg a gép újraindul, addig te neked nem szabad felállnod onnan. Gyorsan bebútol. Igen, itt tényleg egy olla! Nem etted meg! A feladatomat. Azt oh, mennyien no. meghaltak? Lol. No. Én tudom, ki volt. Én is. Én is, és azt is tudom, ki a kesely. Na, ki mit mond? Kinga, élet? Mesélj. Szerintem... Kinga, élet? Szerintem Abi a kesely. Szerintem te meg akkor a gyilkos. Mert hogy én se kesejű, se gyilkos nem vagyok, úgyhogy az egyik őtök a gyilkos, a másik a kesejű. Most ki kicsoda? Én Kingára szavaztam. Ui. És az Imu az kire szavazik? Na Imu! Ez rajta kire? Nem hát de valamit mondjatok már, ki nem a gyilkos? Én annyit ki? Tudok, hogy Andi a kesejű. Jó. Ezzel köszönöm. Most eldöntötted. Oh. Kinga, ezzel most a saját tetted, mert... De nem fogom mondani, hogy nem én vagyok, mert tudom, hogy én vagyok. De én nem tudtam! De én voltam a az kesejű. Az Isten áldjon meg! Én egy hullát tudtam megenni, amúgy nagyon királyú, mert attól féltem, hogy majd hogy találok előbb hullát másoknál. És kijött egy kis nyíl, hogy merre kell menni. Na, nekem azt írják még, hogy a Dodót rakjuk be, mindjárt megnézzem. Ezzel csak volt a probléma, hogy jött a Kinga, és megölt. Úgyhogy nekem az lett volna a feladatom, hogy lenni. Nem tudtam, megölt. Ilyes vagyok. Hát ez jó volt. Madár, szavaztass ki magad a győzelemért. Feladataid hamisak. Úristen. Amúgy akkor vegyük ki a másikat. De az miért jó, hogyha... Kesejűt vegyük ki. Mert akkor nyersz, hogyha téged kiszavaznak, érted? Hát akkor azt mondom, hogy szavazzatok ki. És akkor hát de te hülye, akkor tudjuk, hogy te megnyered, tehát nem szavazunk ki. Jó. Érted, Gergő? Csak akkor vedd ki a kesejűt. Azt kivettem. Jó. Hát tudod, kivel azt írják, hogy többet rakjunk be, srácok, még tanuljuk. Igen, még nagyon tanuló fázisban vagyunk. Igen. Jaj, igen. De így most már egyre értetőbbek ezek, csak szépen lassan kell haladni. Nem úgy, mint a múltkor mindent raktunk. Jó volt az! Jaj. Egy jó indító fing mindig kell. Igen, azt megadja a kezdőségnek. Búszol amúgy. Komolyan, gyorsabban mész. Nem tudtam, hogy itt is lehet pukikázni. Mit? Pukikázni. Persze, pukikázni. Ez mi volt, és ki volt az? Aktiváltam. Tessék, itt hagyok neked egy galambot. Aktiváltam. Oké. Okay. Elég fura volt mondjuk, de itt jó. Itt tudom, hogy honnan lehet ki, itt lehet ki. Jaj. Mindenki nagyon gyanús. Dávid visszajött, megnézte éle... Minga! Hogy? Hogy vagy ennyiszer? Nem tudom, és már nagyon unom. Hogy ez nem volt véletlen. De várjál most, hogyha kiszavazzuk Kingát, akkor ő nyer. Ő a Dodó madár. A Dodó madár valószínűleg más. Nem lehet egyértelműen az imposztor a Dodó madár is, nem? És akkor most kire kell szavazni? Kingára. De akkor én kiesek és én nyerek, nem? Miért? Te vagy a Dodó madár is? Azt ki a Dodó madár? Úristen! Azt ki! Most, Gyöngyi! Nem. De úgy Kinga, miért tölted meg a szemem láttára? Azért, mert nem akart lenni a gyilkos. Na most, képzeljétek el! A kacsa úgy dobog a szívem, mert izgulom. Én voltam az a rohadt Dodó madár, és Kinga a játék elét elkezdek sétálni, és kinyír!
Meg se tudtam próbálni! Ez ugyanolyan volt nekem is az előzőleg, a kesejű szerepemet. A kesejű szerepemet. Várjátok nekem a kesejű szerepemet. A Kinga tette tönkre, mert jött és megölt. Érted? A kesejű. Én csak megemészteném, hogy ő ne bukjon le. Kingának nagyon jó érzéke van ahhoz, hogy a különleges szerepülket egyből megölje. Igen. Nincs mese, Kinga a kacsa. Ha én leszek most is, akit először meglátok meg. Amúgy tudod, miért vagy ennyi kacsa? A fogszabályzód miatt. Halljátok, van olyan a bosszú álló, hogyha valaminek, ha szemtanúja leszel egy gyilkosságnak, akkor idéglenesen képes leszel ölni. Wow. Tehát, hogyha megölnek valakit előtted, meg tudod ölni vissza a gyilkosságnak. Vissza tudsz vágni gyorsan, hogy ha! És megölöd a gyilkos, és akkor nem leszel a kacsa? Át tudod küldeni a lelkedet a falon keresztül. Miért amúgy nem? Ja, hogy csak így ugrani tudsz. Minden liba riaszta van, mikor megölnek. Úristen, milyen... Az a híresség. Igen. Én ezt nem hiszem el! Kingas! Ezt hogy csinálod? Ha nem mondod. Szavazzuk ki! Várjál, lehet ő a Dodó? Ja, hogy a Dodó benn van? Benn van a Dodó is. És itt most mit kell csinálni? De most akkor hány szerep van bent? Kettő. Kettő. Meghalok! Dodó meg a gyilkos? Meghalok! Ne, Dodó ne, meg a kesejű? Igen. Nem a kesejű, a bosszú álló. Bosszú álló. És a bosszú álló akkor mi is volt? Meg igen. Neki, úristen. Ti hol voltatok az előtt 10 másodpercet? Dávid! Mi azt nem figyeltél? Te órán is ilyen voltál? Igen, valószínűleg. Igen, igen. Igen. Szóval a bosszú álló az idéglenesen ölni tud, ha szemtanúja egy gyilkosságnak. És akkor ő is így gyilkos? Azt mondja, mi ezt nem sem. Nem, meg tudja ölni a kacsát. Ja. Igazán kellemetlen kis hullát találtam. Mondom is, a megfigyelő szobában. Ki járt a megfigyelő szobánál? A megfigyelő szoba, ahova ki van írva, hogy megfigyelő szoba. És még ki volt ott? Imu. Igen. Amíg nem haltam meg, én vagyok a gyilkos. Hát akkor Kinga az. Gyöngyi, te merre jártál? Mindjárt megnézem. A raktárban voltam. Jó. Ez Kinga. A láthatatlant is rakjuk be. Nem tudom, nekem most nem értem, miért lenne Kinga, nem értem. Hát mondom, hogy én öltem meg! Ja, de hát akkor... A Dodó, szerintem Kinga a Dodó. Igen, ha Kinga a Dodó, akkor vagy jól megszivat minket. Vagy a Gergő, vagy én. De hát már játék elején elmondta, elárult a Kinga, hogy ő az. Azt hittem, csak hülyeskedni. Kinga, melletted lehetetlen Dodónak lenni. Én addig volt a Dodó. Én voltam a Dodó, és mikor Kinga felkelt, hogy nem hittem el, és így... Hát ezt már nem fogom megérni. Megtört, most már nem mindig zsidav a gyilkos. Most nem, nem. Mindig itt, Kinga. Én most mindig Kinga a gyilkos. Én nem akarok vele játszani, ha ez így lesz, hallod? Tehát ilyen nincs a világon. Tehát a Dodó szerep az Kinga mellett más, nem jó. Egymás után... Elismerem, szégyellem magam, most már kúsolok. Semmi gond. Nem szoktad meg ezt az Among Us alatt, hogy van ilyen, úgyhogy elnézzük. Utálok kacsa lenni, és mindig én vagyok kacsa. A láthatatlan az nagyon nehéz, srácok, az OP még az. És hagyom. Van egy ilyen, a tested automatikusan önként bejelent. Zsidike! Kérlek! Most akkor még... ugyanazok vannak még benn? Igen, ugyan a bosszúálló meg a Dodó. Mondjad én még nem is voltam kacsa. Tökény! Nem baj, de, nem is. De most még lehet. Sem, meg te, voltál egyszer, nem? Nem, ezért voltam. Hát az ártatlan lelkem. Kesejű voltam. Kanibál voltam. Kanibál. Jó, bocsánat, hát az is. És az nem volt jó neked? De jó volt, de... meghalok, életem áll, segítség! Te mennyi mosogatni való. Nem bántalak. Tudja, hogy gyanús vagy nekem. De itt egy tükört anyás. Tűz van. Tűz van. Aktiválta a tűzet, Kinga. Aztán... Jaj, mi igen. Történt? Igen, így van. Azért miközben sétálgattam, aktiváltam a tűzet veled szembe. Hol kell hát, ezt nem... Ezt azért, azért hol kell eloltani? Jó. Jegyezzük. Szavazzatok ki! Én azért azt mondom, ezt jegyezzük. Szavazz már ki! Úgy sem szét kell verni ezt a gépet. Ne, miért nem csináljuk a izét? Feladatot amúgy. Én már egyet eloltottam. Mert tűz van!
Hát itt de tettes. Igen, csak Gergő meg ott állt egy helybe. Csináltam de a feladatomat! Hát de tűz volt! Na várjatok! Ez Dávid. Volt. Mentél ki, megölted. De én ott álltam, mindenki ott volt körülöttem! Hát már mondjátok már, mindenki ott volt körülöttem, mikor oltottuk a tüzet! Itt mert megölted és kimentél oltani a tüzet. Aldi, te nem, voltál? Bementem oltani a tüzet. Én is a tűznél. Ez nekem nagyon gyanús kérdés. Én is a tűznél. Nem, én ott oltottam, mindenki ott volt körülöttem, még mondtam is, hogy de jó, hogy ilyen sokan vagyunk. Ivo, te is nagyon csendben vagy. Ott voltam én is a többieknél. Megláttam Gergőt, hogy ott áll egy helybe, azt nem csinál semmi. Kire szavaztál? Én eloltottam az első tüzet, én oltottam el. Kire szavaztál, Gergő? Mert én te nagyon Dávidra. Hamar szavaztál. Dávidra. Hogy ott volt. Nem. Kiment. Én nem mentem ki, én bementem Gergő. Remélem, ott volt körülöttem a Kinga. És mind ott fogtok megdöbleni. Úristen, ez erős. Sajnos nem. Köszönjük. Nem. Mi ez? Jó kíváncsi. Ez most Gergő. Mi szobába lettél? Gergő? Igen, Kinga, te volt a nagy bebújtója az egész marhaságonnak. Én pásztoltam! Olvastátok a szöveget, tök vicces volt. Amúgy majd valaki kienged a börtönből? Jöjj ki lehet téged? Nem, mert semmi nem vagyok a börtönben. Hogy kell kiengedni? Na mi van? Mit nyomjak meg? Mégsem én voltam rejtítom. A gyilkos. Hát így most már elhiszem. Kösz! Hát jó, de érted? Érted, lángokban van itt na, minden. Valaki nagyon tüzeskedik. Jó, akkor ez mondtam, hogy Dávid az. Dávid, most már fejezd be. De... Amúgy ilyenkor mi van? Tehát én nem de Dávid, én nagyon sokat á, köszönöm, találkoztam hogy itt, csináltad? És nem. Ne, van, itt megcsináltam a itt számítógépet, és akkor ki tudtál jönni. Tényleg itt vannak a kamerák? Úristen, itt mit kell csinálni? Arrestem. Mkenga. Mit áldogálsz ott? Inicializálva. Inicializálva! Egy holla, jó napot kívánok! Hol találtad, fiatalember? Mindjárt megmondom, hol vagyok? Ez Dávid. Kafetériába, lent. Jó, ez Dávid. Én fönt állok az elektromos. Most. Nem, előtte ott voltam a motoroknál, ott mentem el melletted, Kinga. Hát igen, azért nem tudtam megölni, mert akkor még hol volt a Imó a kafetériában? Lent a kafetériában. Ha kiengedtelek téged, és mentem lefelé, és ott találtam. Most jelenleg az elektromos. Dávid elment Kinga mögött, de az ugye pont a kafetériából lentre lehet menni felfele. Nem tudom. Kinga, Gergő, nem lehetett, hogy megértük volna, nem? Ne, tehát amúgy, igen. Ha Kinga lenne, ő már mondta volna, hogy megint ő az. Igen. Te nem lehetsz, mert a börtönben voltál, úgyhogy Dávid. De miért nem lehet, Gergő, attól, hogy vagy börtön az... volt? Mert akkor megértítik volna a játékot. Meg, akkor az Imu volt valószínűleg Gergő. Hát nem, én már akkor nem engedtem volna ki. Jaj, szerintem is, én az elején Dávid volt a felbújtó, úgyhogy Dávidra szavazok. Kinga nem szavazott? De. Nekem nem jött. Waa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 
látod. Szegény Andi. Megöltél, igen, köszönöm. Pedig még segítettem is volna neked. Ez az. Én annyira féltem, mert mondom, makker, hogy mondom, akkor most téged öljelek meg, vagy a Kingát? Téged, a Kingát jobb lett volna amúgy, akkor ezek szerint. Nem, Dávid, azért te tettél olyan megjegyzéseket, hogy akkor legyen a Gergő, csak úgy random. Nem, igen, én tényleg a Gergőre gyanakodtam. De börtönben volt, hát ő nem lehet. Már én gyanakodtam rá, hát ha ő az. Te voltál gyilkos, de rám gyanakod. Nálad volt a kés, de lehet, hogy Gergő is látta már. Mióta lehet börtönbe kerülni ebbe a játékba? Én azt hittem, hogy attól a gyilkos is kerülhet börtönbe. Hát de és akkor hogy öltem volna meg? Igen. Most beteszünk egy olyat, mit szóltok, hogy a sheriff a libáknak bárkit meg tudsz ölni, de egy liba megölése végzetes következményekkel jár. Ez jó. Ez olyan, mint amikor a Murder Mystery-ben valakit megölsz. Igen, detektívként. Igen, detektívként, igen. Na. Bocsánat. Jaj, jön fel a szénsav és akkor... Dávid az! Dávid az! Már Kinga nyomta volna az izémit. Dávid az! Dávid az! De ezt nem kell megmondani. Mi? Nincs is Dodó most, nem csak Sheri. Mi? De talán van Dodó is, nem? Van Dodó. Vagy Sheri? A sheriffet azt bepipáltam. Mit is csinál a sheriff?
megölhet bárkit. Ja, jó. Sheriff! Itt a szerződés, amit aláírsz. Ja, és akkor azért vannak végzetes következmények. Okay. Én ezt nem tudom, innen hogy kell lemenni? Csak nem mit csinálsz? Hát. Hol vannak a kamerák? Nem itt. Nem itt! Nem bízom. Nem itt! Nem itt. Ó, megint ugye nem el kell mosogat, úristen. Yes. Ó. Aj, de rosszak ezek a sikálós feladatok. Hú, de nem csipázom őket, hogy őszinte legyek veletek. Ez a feladat sem rossz. Ah! Most ott mit csináltál, hát is... Gyöngyi? Én? Jaj, te hülye vagyok, te jó ég. Hát itt mutatja, hogy... Hú, nagyon ég a tűz. Dávid, te nem állítod el? Nem. Nem. Én sem állítom alapot. Hol a más? Úr, és ez nagyon messze van. Adjál. Meg ne ölj. Hogy tudok oda jutni? Nem jó ez a feladat, úristen. De sötét van itt. Na, de mi lesz a vége? Ááááá. Ennyi. Dávid, te miért mutattad a tüzet? Én itt egy hulla, hello! Ha! Akkor ez Dávid. Jaj! Ez a bufet! Ez a bufet! Hol volt a hulla? Micsoda? Ott volt náluk a tűzbe! Valaki tűzgyújtásaiért... Megölt valaki? Dávid? Értel, öleltél egyet? Legyen még nagyobb káosz! Hát akkor ez Dávid. Jaj, majd elmondom. Hát de nem, hát ez elég fontos dolog! Semmi, én is meglepődtem. Tessék! Most ki? Akkor ki volt? Most mindenki szavazta? Szerintem a Gergő volt. Hogy értem? Na jó, de azt mondta, majd elmondom. A Gergő volt. De most ezért Dávid láttam. Dávid volt. Jó, de lehet ő a Dodó. Várjátok már is, ha ő a Dodó, és most csak erre játszik. Igen, valószínűleg. Én nem a Dodó vagyok amúgy. Akkor mi? Hát, Liba. Hát, jó, hát Kacsa, az biztos nem vagyok, meg Dodó se. Nem tudom, szerintem direkt ki akarja magát szavaztatni. Én is. És akkor én nem kiszavazódott. Imúval viszont ki lett szavazva, Dávid. Hát nem ő volt? De ez milyen fogyatékos győzelem volt, gyerekek? Úristen. Mert hogy a Dodó hogy ő a Dodó! A fogyatékos Dodó, érted? Hát egyedül volt röhög, meg elmondó, meg izé. Nem tudom, hogy ez... Ez hogy volt lehetséges, hogy oda került a lábunk alá egy hulla? Tehát hát annyira, én öltem meg! Megjöttem is beszélni a freeportoltat? Annyira adja magát! Annyira adta magát az egész helyzet, hogy még csak igen. Nem is freeportoltam, nem én öltem. Direkt mondom, Gergőnek eljátszom, hogy én vagyok, tudod? Én a sheriff voltam, Dávid, majdnem lelőttelek! Hát miért nem lőtted le? Hát mert akkor nem értünk volna, mert ő a Dodó. Meghaltatok volna. Igen. Úristen is hallod, annyira nagy mák volt, hogy pont ott volt az imú. Jaj, de nagyon tetszett. Janus volt ez. Nem, mert én csináltam a tüzet, ott megöltem, kitöltem meg ott lent, Kinga, téged? Engem öltél. Aztán felmentem oda, mondom, megyek ölni megint, de hát ott már ketten voltatok, ám mondom, az már nem jó. De jaj, akkor végre voltál legalább gyilkos, ez volt a vágyam. Végre, azért, igen. Benneteket nem idegesít, amikor ránéztek a térképre, és csak egy ilyen vékony csíkot láttak ott. Igen, és azt... És igazából azt hinnéd, hogy átjárod, de nem az. Igen. A vékony csík? A vékony csík. Aj. Ki ez a szabotálós? Megszállom. Ez most itt? Ez lámpa. Én fényezem a golyókat, nem érek rá. Oké. Mi szerint nincs igazából sötét, Kinga? Kinga hát nem, de csak kicsibe azért látszik, hogy mi van. Na, ott áll egy helyben, hello, csak a körök, mit csinálsz? Csak a körülötted lévő rész látsz. Jött üzenet. Jaj, mi is erre kell menni. Ez mit kell csinálni? Éj, ha-ha-ho! Ha-ha-ho! De hülye vagyok. Annyi mindent találsz. Ide megy! Most nézem, hogy ott van kiírva, hogy hol volt a gond. Na és hol találtad? Hát fent, ahol meg kellett volna csinálni a világítást, tudom, mentem. Ide megy az azért nem ott adott akkor föl ezek szerint a lámpa. De ez az ide megy... De várjál már, te ott a motorok. Nem, imut láttam, úgyhogy ő biztos nem ölte meg. Én senkit nem láttam amúgy, hogy őszinte legyek. Hát nekem mondjuk attól még gyanús, előbb is selfie-portolt, akkor most miért? De most nem én vagyok! Szerintem most biztos nem selfie-portolt. Szerintem semmi múlva most. Akkor Dávid. Kész.
Szerintem jó az. Furán beszél. Úristen. Ja, hogy Gyöngyi, te is. Jó, szerintem Gyöngyi az. Mert tudni. Tudti Gyöngyi az amúgy. Gyöngyi, mikor ő az, akkor elkezd így vádaskodni. Na, akkor most nyugodtan szavazok. De rám lesz a... Mind a kettőre megy a böribe. Az nem semmi. Zselle volt a engedjetek ki! Engedj ki! Mondanám, csak mondanám, hogy ne most mind a kettőnk meg a feladatokat. Hol lehet ki engedni a négyen. De nem mi vagyunk azok! Ha azok lettünk, van a vége a játéknak. Tuti? Igen, szóval, hogy... Hát előbb én is kiengedtelek, érted? Igen. De amúgy meg most azért mondja, mert hogyha ő a gyilkos, akkor már csak egyet kell ölnie, nem? Jó. Nem, hát hogyha a gyilkos bezárod, akkor nem tudod. Azért nem voltod már be, Kinga? Istenem. Láttam, Dávid volt az. Hát, mivel mi a börtönben voltunk, nem mindig. Na most nem Kinga az? Ki más lett volna? Jó, nem tudom szavazni. Ne már. Jó. De most Kinga volt, vagy Dávid? Nem értem. Az! Ez Kinga volt. Jó, na, fejlődj. Én jelentettem. Jaj, Dávid, te én voltam. Be? Én jelentettem be a hullát. Úristen, Kinga. Én ezt nem értem. Én most voltam. Ki volt az? Én. Kinga én volt. Kinga volt. El ne kezdj, Gyögyi, mert ha olyan maflást neverek neked, hogy nem szóltam. Jó, én passzolok. Engem hagyjatok végre. Dávid, az! De én nem hiszem el. Ez így a kettő kamuzik. Figyelj. Hogy le... Mi azt nem vagytok normálisak? Annyira buta de Kinga! Vagy, Kinga! Annyira, amúgy... Kinga nyert! Kinga nyert! De a kedvencem az nyert, volt, te hogy buta. Kinga! Most mondtam, hogy buta liba! Mert tényleg egy buta liba vagy! Én ezt nem hiszem el! Kinga, érted? Simán! Én szavazott a Kingára, én meg passzoltam. Tudom, én ezt most nem értem már! Azt hittem én nyertem! Nem! Kinga, Kinga! Én voltam a Dodó! De miért akartad rákenni Dávidra, ha azzal nyersz, hogy téged szavaznak ki? Hát már tudtam, hogy Gyöngyi majd rögtön elkezdjön. Hát akkor Kinga! De az a jó, hogy a Kinga az, hogy szavazott. Rá, a Kingára. Én Kingára, lehoztam én neki a győzelmet. Én vagyok a rossz, mikor amúgy passzoltam. De nem amúgy... én voltam az, aki rá. Te vagy a rossz mindig. Te vagy a rossz! Ez meg is ilyen, akkor amúgy padhelyzet van, hogy én most nem a Kingát öltem meg. Én most amúgy azt hittem, Kingát... megnyerem. Istenem. Akkor megnyerted volna, ha ez Kingát most amúgy nagy padhelyzet volt. Itt tök mindegy, hogy jön ki a szavazás. Ugye a két börtönben börtön töltelék, az nem lehetett volna. Kingát, hogyha kiszavazzák, akkor vesztek. Ha engem szavaznak ki, szintén, szóval ez... Igen. Én azért mondom, hogy én passzoltam. De az is baj volt. Jaj, fejezd már be a Mártét! De amúgy Ivo végig nevet... Ennyit hallok, de igazából... Hát, sírjak! Hát, mi volt ez, aki miatt ez bukó? Miért? Mert ő szavazott a Kingára. Ha ő is passzolt volna, nem maradtunk volna, nem? És akkor Dávid megnyeri. Ne, mert Dávid meg. Megölt volna, mert Kinga tudta, de hogy Dávid meg... a gyilkos. Annyira... Előtte ölt. Akkor sem én voltam egyedül a hibás. Ja, de csak te voltál a hibás. Miért? Mindig te vagy a hibás. Nagyon követett. Igen. Mentem volna a feladatomhoz. Ezért? Nagyon ijesztő mondta, hogy jön. Hát ott van a kommunikációs szobában a feladatom, nem érgelj már, mert egy folyosón mentünk. Nem érgelj már. Az anyámat. Jó, ki kell szavazni valakit, jó? Dávid. Ez az Among Us szabálya. Dávid. És hogyha én vagyok a Dodó. Mi van, ha Dodó? Ó, Istenem, ez a Dodó. Nem, hogyha én vagyok a Dodó. Nem, amúgy... Nem baj, akkor veszélj a Dodó. Én csak egy pillanatnyi biztonságért csaptam meg a gombot. Úgy valószínűleg akkor Dávid a Dodó. Nem baj. Nyerje meg, Dávid, úgy gondolod? Nyerje én meg. Nem szavazom. Én passzoltam meg. Amúgy. Én csak egy pillanatnyi immunmentes biztonságot szerettem volna magamnak. Ha ez az kell, hogy kidobtok az űrbe, ám legyen! És akkor mi van, most megyek a bölibe, vagy hogy lesz ez? Nem. Azt kérem, hogy gumiszobába zárni téged emiatt. Mindenki biztonságban van. Passz! Itt kezdek nála! Szia! Na gyere csak ide! Ne, cica fiú, ne kapjál! Gyere csak ide! Azt egy cica fiú! Lépésen! Borzold fel a szárnyokat, adj neki! Ja. Ja, vagy itt úgy kell megnyomni, értem, bocsánat.
Nem, én ezeket a vékony falakat nem bírom. Nincs olyan tasz, vagy izé, hogy falbontó is át tudok menni a falon. Falbontó. Kőműves kacsa. Kő, igen. Vagy liba. Most te itt állsz és nézel? Gyere csak ide! Gyere akkor csak ide! Vagy nem a liba, bocsánat, a dodó. Mi? Amúgy a dodómadarak tényleg ilyen hülyék lehettek a valóságban is, csak úgy hát pont a képe is hát olyan, hogy ilyen igen. Összezavart felű. Ez az. Nice. Köszönöm. De hogy te hova tűntél? Hát tudod, lekapcsolódott a lámpa, kedves Kinga. Te kapcsoltad le? Nem, én jöttem be. Amelyik te egységben van? Dávid gondoskodik a rezsicsökkentésről, lekapcsolta a lámpákat. Ezt nem tudjátok, hogy a lámpa melyik egységben volt? Aha. Ez nekem gyanús. Menjél innen. Hes. Nagyon gyanús mindenki, de nem hal meg senki. Ne, te, aki az elején beriportoltál. Tudod, hogy nem halt meg senki. Na most ezzel csak az a baj, hogy ketten jöttek velem szembe itt a folyosón. Ki volt az? Egyik az Andi volt, ha jól emlékszem, a másik az Imu. Akkor biztos, hogy a Gergő volt. Akkor biztos! Ketten jöttek szembe! Gyöngyi, nem is láttalak téged. Várjál már, már megbocsáss, én Kingával voltam egy szobában. Nem, velem voltál, és elkezdtem. Te voltál rózsaszín. Szóval nem kezdtelek el követni, elkezdtem a feladatot csinálni. Gergő, a Kinga halt meg. Akkor édes mindegy. Csak mondom, hogy én ott álltam egy szobába. Ez mi volt? Megnyomtad a fingás gombot, vagy? F. És Gergőt kiszavaztátok? De milyen alapok? De miért? Én nem értem, miért? Nem tudom. Egy jobb Gergő... helyre távozott. De úgy várjatok, én voltam a gyilkos, de nem öltem senki. Én öltem meg véletlen Kingát. Szerintként. Érted? Én nem öltem senki. De én meg itt látszik, Ah, na jó, nem is mondok semmit. De nem Gergő az, nem de csináltam, vagyok a feladatomat csináltam. A kedvencem az volt, hogy elkezdem mondani, hogy mondom, a Gergő és az Andi jött velem szembe onnan. Nem, King, azt mondtad, hogy az Imu és az Andi jött, azt mondtad, nem a Gergőt mondtad. A Imu meg az Andi. Igen, ők jöttek velem szembe. Mire te? Hát akkor a Gergő az. Na, azért mondom, csak azért, mert izé... Hogy rám szavazhasson. Nem, azért, mivel hogy ti ott voltatok hárman, szóval Kinga halott volt, és Gergő velem volt, és elkezdett követni. Ergo, én arra következtettem, hogy gyanúsan viselkedik, szóval ő a gyilkos, és tényleg. De nem azért jöttél rám, mert én voltam a gyilkos, hanem azért, mert vok szerencsével marhaságot hadoválsz. Nem öltem senkit, nem követtem senkit. Milyen jel? Úristen! Én öltem meg, akkor nem értem. Ezért nem öltem senkit, de ő meg állítja a könyörgöm, hát felrobbanok. Hát de nyertünk, nem? Úristen, gyanúsan jöttem, hogy lehet? Persze, az olyan, hogy Kinga azt mondja, gyanúsan vette a lebegőt. Igen, ki vagytok? Amúgy figyelj, már sheriffként öltél. Mi volt a büntetés? De semmi. Hát akkor mi? Akkor sheriffként öldökölt? Ez a legjobb. Meg ezt én sem értettem, hogy most akkor mi volt. Még nélkül. És miért tudtad meg? Tehát mit vétett? Nem tudom, ott olyan gyanúsan állt a folyosó közepén. Gyanúsan állt, de mondom, megölöm. A halált érdemelte. Hát gyanúsan ne álljatok, és itt nem lesz. Úristen, igen. Ez mi? Kis izébizétől úgy megijedtem, hogy itt suhintott. Hagyjatok békén most már, jó? Tudom, én vagyok az. Én vagyok a bütött megint. Hát, vagy a Gergő, vagy mi az, nem a Gergő, vagy az Andi, vagy az Imu. Akkor Gergő az. Mit kell csinálni? Elmondtam, hogy miért. Össze kell párosítani a húzgát. Már rájöttem, tekertem mindre ennyi, amit még hülye. Úgy utálom az ilyen porózgat, hogy le kell dörzsölgetni. Kinga, van valami mondani valót, kedveském? Nekem csak annyi, hogy rád szavazok. De miért? Még Gergővel most találkoztam, és láttam, hogy Kinga bemegy, megöli, és utána elmegy. Csak annyit mondok, hogy még mai napig nem tudok riportolni. És akárhányszor Dávid előtt ő riportolt.
Minden, hogyha meghallgatnánk Gyöngyit, hogy miért Gergő volt az. Egy dolgot mondani? Nem, én vagyok a kacsa. De. Ki a kacsa? Te. Hát már most vagy teszed a váltatok teljesen. Imu volt, hülye vagyok. Én? Nem csak annyira fura, mert tudod, az egyiknek zöld teste van a kék pólóval, a másiknak kék teste van a zöld pólóval. Ahogy tényleg? Hát nem könnyű Na, Kinga volt az. Jött velem szembe, ott volt a hulla, hoppá, átsétált rajta. Gergő pár perce még élt. Kinga, te voltál? Aztán meg nem, ráadásul az pont egy ilyen zsákutcai részem volt. És ez most... Kinga megölné Gergőt? Nekem ez gyanús. Hát ha nem Dávid az, akkor Kinga. Eddig nem én vagyok a kacsa. Hát pedig akkor te vagy, hanem... Kinga, úristen! Mondom, hogy nem én vagyok az! Élet? Igen. Nagyon csendben vagy, mi? Jó napot csinálnak. Hát csinálgatom a feladataimat. Nagyon csendben vagy. Mi? Stimuláld a stimulálni valókat. Hogy tudom ezt kijelenteni? Hajd neki, borzold fel a szárnyakat. Én most hogy lehet egy... a konténert leengedni? Be kell kapcsolni először, vagy mit? Ne hazudgálj. Hó kell izé? Reportolni, vagy mi az? Középen van egy ilyen rész. Nem bírok oda menni. Alá, ja. Ú, de jó, feltöltöm. Most ez mi? Mit tettetek? Ezt tesz hihetetlen. Mondom. Mit? Mi? Hol mentél ott? Ez Kinga? Én ezt nem. Kinga Mandi! De miért? Jaj! Mi alapján engem öltél meg, te sheriffként? Igen. De Kinga, engem miért öltél meg? Hát csak kíváncsi voltam, mert Imu is azt mondta, hogy ugyanúgy ölheted sheriffként, és tényleg. Halljátok, elkezdődött a játék, végre Dodó lettem. Akkor tényleg Kinga ölt meg? Én, de sheriff voltam. De figyeljetek már, akkor ennek a sheriffnek semmi értelme, nincs is semmilyen büntetése. Amúgy tényleg nem téged is, meg Andit is meg tudtalak ölni, bárki. Rakjuk be a szerelőt az olyan. Egy liba megölése végzetes következményekkel. Semmi. Hát annyi a végzetes következmény, hogy megölöd, igen. A végzetes semmi. A libák, ugye annyival, a libáknak annyival kevesebb esélye van nyerni. Á, hát azért remélem ki dobhatta volna. Ez a végzetes semmi. Miért kanadainak hívják, a tested automatikusan önként bejelentődik egy másodperc múlva? Mert a kanadaiak múlva mindenért bocsánatot kérnek. Meg jó. Ja. Tessék. De ez egy mém, tudod, hogy azért is elnézést kérnek, hogyha ők csinálnak valamit rosszul. Ne haragudjatok. Mármint, hogyha nem ők csinálnak valamit rosszul. Akkor rakd be a szerelőt. Imitátor. És a galamb, várjál, fertőzd meg az összes játékost egy kör alatt, gyűzel. Az jó, a pest is, a repülő pest is. Rakjuk már be a pest is, Réci. Csak egy pest. Kíváncsi vagyok a pest is. A pest is az melyik? Valaki megírt egyébként, hogy Gergő meg Gyöngyi ebben a játékban is ellenségek, majd egy válasz rá, hol nem azok. Most be lehet rakva az a pest is? Igen, be lehet rakva. És az én vagyok a galamb! De miért nem lehetett be? Nem lehet a rók! Most rágyan én szájkosarat! Komolyan. A szájkosarat kigára! Hát de komolyan. Szerintem én ölnék, hogy én lehessek. És ez Kinga be? Tényleg tök izgalmas kipróbálni, hogy milyen... Nem, Kinga bejelenti. De már többen vagyunk galambó? Nem. Jézusom, mi volt ez a... Hogy kell oda menni? Nem hiszem el! Sikerült még átadni? Hát elmegyleg igen. Mi? Jó, akkor megyek én is. Miért nem lát? Még már innen! Ne hagyjak alap, akkor meg már innen! Elmegyleg már Dávidnak is átadtam. De megnyomtál valamit? Igen, a space. Ölj meg! De nem, hanem én átadom a gacit. Amúgy nem csináljuk meg? 40 másod. Én átadtam. Az egyiket megcsináltam. De nem... Valaki nem akarja? Nem tudok, nem tudom, hogy hogy kell oda jutni. Jó, ez szuper volt. Ki nyert? A galamb vagy a... Kinga. Most én ezt nem értem, és honnan tudjuk, hogy mindenki végtelzőnek. Ezt akarom, hogy én ezt odaadtam Dávidnak, Gyöngyinek, meg Andinak. De hogy ők nem tudtak róla, hogy ők meg vannak fertőzők. Igen, ez ilyen sunyi fertőzés volt. Hát mint a, izé, a pest is. Lappangós. Lappangott benne. Hát mik vannak még amúgy? Bérgyilkos kacsa és testőr liba.
A testőr jutalmat kap egy játékos megvédésért, azonban a bérgyilkos jutalmat kap ugyanaz a játékos megöléséért. Mi? Wow. És ez a párbajozódó? Szerető? A médium? Szerető. Tudhatod a szellemek számát? Igen. Amúgy azt ez mondjuk, jó? Hát azt, hogy tudod, hogy kitöltek meg. Lakatos! És az önbíráskodó liba? Játékosként egyszer megölhetsz egy madarat. De miért? Az miért hát, jó? Az ugyanaz, mint a serif, nem? Gyilkos, de csak egyet tudsz megölni. Mindenki megöl egyet? Hatalomnak felelőssége van. Nagyon sok féle van. Azt egy fingát. Hát egy pokika. Van egy nyomozó. Teljesítsd a feladataidat, a pénzutalmat. Egyet választhatod. Nyomozó körönként egyszer meg tudsz vizsgálni egy játékost, és láthatod, hogy abban a körben ölt-e. Hú, ez neked nagyon tetszene, ha ezt kapnád, meg mindenki tizé monitoroznál. Egyet tudok sajnos körönként. Nekem ez tetszik. Na melyik legyen akkor? A politikus. Legyen a nyomozó. Szóval, mi értelme van? Megvizsgálhatsz egy holttestet, hogy megtudd a szerepét. Azt mi van akkor? Ártatlan! Akkor vagy most én ezt nem értem, és miért jó az, hogy megvizsgálom? A szeretőre azt írják, hogy nagyon jó. Ez most a melyik? Ez a nyomozó. De most itt a játékon belül megkapta. Állapították ezt meg, vagy csak úgy amúgy. Na, pukizzunk egyet, aztán menjünk. Ne öljetek meg valakit. Halott vagyok, ő én az. Én vagyok. A gonosz. Én vagyok. Ez a bolygós. Mert én vagyok ott. Aha. Kinga el tudja rontani ám ezt a játékot. Nem, most elfejeztem. Na. Jajajaj, a vízes automata. Be kell dugni. Vagy ahogy megcsinálok egy feladatot, jön vagy száz a helyébe. Soha nincs vége. Hát így működik ez az életben. Mint egy feladattal megvagy? Nincs pihenés. Nem akarok egyedül maradni. Már most engem annyiszor megölnek a játék elején. Ne! Kinga, veled maradok, jó? Jó. És valamiért mindig a Kinga az. Igaz, de akkor már csak bejelentette volna. Mi volt ez a ne? Hát megcsináltam én is a tévét, volna. Jó? Szerintem van egy hulla valahol a pályán, amúgy. Igen, balra. A Segandi az. Aha, és meg szabotált is, mert ölt. Nyugi, itt vagyok már, oldom. Nem, Andi él. Akkor ja, jó. Csak, igen. Mindegy. Innen nem lehet. Ezzel most mi van? Nem ott van, vagy nem tudom, nem merek oda menni. Most ez mi? Most ez nem működik? Vagy ez most hogy kell megcsinálni? Jaj, Dávid, direkt húzol az időt. Nem megyek oda, mert meg fog ölni. Húzom, lekapcsolás is. Találtam közben egy hullát. Egyszerre kellett volna két oldalról meghúzni, értem. Ja, jó, oké. Valószínűleg az... Várjátok, Andi az előbb még élt, és én ott jöttem át. Így szóval van. Dávid biztosan nem lehet. Ki jött hozzánk? Köszönöm. Aztán láttad, Dávid? Én mentem oda hozzátok. Igen, hát Gergő, volt a kiskaszása. Gyöngyi, ki nem mond, mert beverem a képernyőt. Végig Kingával voltam. Végig ott mentem mellette. Látok, a Kingával voltál, mi meg Dáviddal, akkor de azt... De, és akkor te is lehetsz. Imu az. Én vagyok. Szerintem meg Ajda vagyok. Nekem hát, is Sus Gyöngyi. Jó. Akkor szavazatok ki, de hogyha nem én vagyok, akkor Imu az. És őt szavazatok. Nem tudom! Vagy a Gergő. Hallgassatok rá most azért. Mondtam, hogy az. Én vagyok. Nem hiszem, hogy ő az. Én sem hiszem. Csak vagy, nem olyan hülye. Dávid, várjál, Dávid, ki érkezett elsőre a feladathoz? Dávid vagy Gyöngyi? Akkor valószínűleg Gergő lesz. És hozzám jött lentről jött hozzám. Vagy Imu vagy Gergő. Igen, természetesen. Hogy? Ki szavazott rám, Gergő? Akkor Gergő az. Igen, csak én szavaztam rá! Azért lett kidobva, mert csak én szavaztam rá! Halljátok, látjátok? Remélem, több ezer ember látja, hogy mekkora egy nem mondom ki micsoda. Akkor tényleg Gergő. Gyanús. Na? Szóval nehogy én ennyit mondtam, szóval most már. Tényleg Gergő az, ezzel akkor a leszállásra. Tudjátok, hogy játékot? Én mondtam, hogy szavazzatok ki! Szeretném, hogy kell emergency-t? Jó, 4 másodperc múlva lehet. Szeretném, ha mind itt dögölnétek meg. Úgyhogy légy szíves, szavazz ki! Gyöngyért szavazzatok ki! Mindenki csak rám! Most! Szavazzatok! Gyöngyi meghalt! Gergő, ki lett szavazva? Ki szavazta? Ezt mondtam, hogy ha kiszavaznak, akkor két ember lesz szerintem. De én most már nem beszélek. Na!
Dávid is nagyon csendes. Mit tudsz felhozni mentségedre? Én vagyok. Másodperc a tiéd. Én vagyok. De most... Kinga! Nem, hát... Nekem nincs mit magyarázni. Nekem te is gyanús vagy egyébként, Dávid, nem bántásból. Én vagyok az. Na most mi van, hülyék? Na most mindenki! Na mi van, hülye gyerek? Na jó, akkor csináljuk azt, hogy én szavazok Imura, Imu szavaz Gergőre, Gergő meg rám. De nekem értem, maga szólhatnátok is akkor. Ne, szavazunk körbe. Én passzoltam, nem tudom, most már... Most én magamra helyen... szavaztam, csak itt lehet, nézzétek, lehet az emberek magára szavaztam. Inga meg rám, az nem semmi. Most már mindennek két helyen így miért nem szavaztatok ki? Zseni Gyöngyike elmondta, hogy én vagyok. Még mindig benn vagyok a játékban. Ahogy azt se tudjuk, hogy honnan jött. De miért? Hol volt az a hulla? Hát miért vagyok még mindig itt? Hát én vagyok a gyilkos, szabadlábon van. Na, elég lesz most már. Hú, de ki vagyok. Kiderül, hogy a végén. Azért visszhangzok, mert üvöltök is, Kinga itt ül bent a másik szobában. Nem kapcsol vissza! Végre. Amúgy... én tudom, ki a gyilkos. Dávid a gyilkos. Nem én vagyok. Nyomjátok meg a gombot, Dávid a gyilkos. Hol van? Na most itt van mindenki. Nyomd meg a gombot, Dávid a gyilkos. Hát de hol van a gomb? Szerintem Gergő az. Most már ez nyomd meg a gombot. 100%. 100%. Gergő az. Nem mondhatok semmit, de... Egyértelmű, hogy Dávid most már Gyöngyi is tudja. Ne, én nem mondok. Az a baj, hogy én nem nyomhatom meg a gombot. Imu, itt van a gomb. De ez ilyen rossz. Most ebben a körben durván két helyeim vannak. Imu a gyilkos amúgy. Csak megölt volna. Én? Igen. Hát hogy lennék én? Te vagy az. Hogy lennék én? Jaj, ne, és már öltél is. Ott a gomb! Nem tudtam befejezni. Szóval, meghalt M. Kinga! Hármon... Na a három! Gyerünk! Én mondtam. De miért én? Gyökerek! Miért? Na Dávid, szerinted ki az? Nem tudom! Egyértelmű, hogy ki az? Na ki? Hát Dávid. Az a baj, hogy én vagyok a... a nyomozó, úgyhogy én tudom mindenkiről, hogy ki az, és nem emlékszem, hogy most Imut nyomoztam le, vagy Dávidot. Az a legjobb szerintem nyomozó. Szóval ezért gondolkod, ezért csak nem akartam megszólalni, most már úgyis mindegy, mert hogyha Dávid nem jóra szavaz, hogy Gyöngyike állítja, hogy én vagyok, azt mondod, én vagyok a nyomozó, én tudtam megnézni, hogy Kinga nem az, ő nem az. Azt mondtam nektek végig. Bocsánat, én két dolgot mondtam. Imu elmondta, hogy ő az. Igen. Jó, de hát ne igen ezzel, Gyöngyi, ne igen ezzel, mert te voltál a legnagyobb hülye felbújtója az egésznek. Azt mondta, hogy vagy Imu, vagy Gergő. Gergő, ez nem sokon múlott, na maradjunk annyiban, ez nem sokon múlott. Nagyon ez a kül. Ez most nagyon... Megköszönöm szépen. Hihetetlenek vagytok. Na jó. Elég volt belőletek, na. Igen, nekem is Gyöngyiből. Megyek a dartsra, azt a képeit lyukasztom. Én is kinyomtatom. Köszönöm. Van patron a nyomtatótokba? Nem működik. Gondoltam, ezért mondtam. Nyomtatót sosem működött, az azért van, hogy nem működjön. Tényleg, Gyöngyi, küldök magamra egy képet, rakja a monitorodra, az dobád azt. Jó van, köszönöm. Jaj. Jaj. Na, össze a játékot. Köszi, Ali. Zárom is befele. Sziasztok. Ali. Sziasztok. Hello. Hello. Én erre csak ennyit tudok mondani. Nagyon meleg van. Várjál nálam, még megy a stream, úgy beszéljünk. Mi még folytatjuk tovább. Én is folytatom. Csak én elmegyek szünetre. Na, ti mit fogtok játszani amúgy? Azt még... Tuti SMP lesz. Minecraft. Akkor jó játékot. Na, nem jössz velünk játszani, győnk. Nincs kedvem sajnos Minecraftozni, de ha megjön rögtön... De mert bánat vagy. Ha megjön, akkor szóljál, jó? Hát akkor... Persze. Szóljál, ha megjön. Egy év, hogy igazából egy év, de jó. Szóljál, ha megjön, mert akkor nem aggódunk. Jó, köszik el. Jó. Hello. Na.
Megyünk szüncsire, picit, amíg váltunk akkor élet. Akkor egy pici szünet, és akkor jövünk vissza, skacok. Folytatjuk tutti SMP-vel, úgyhogy nem menjetek messzire. Egy mindjárt pár jövünk. Perc, és itt vagyunk. Úgyhogy sziasztok addig is! Yeah. Hello!